Kedves webináriumi résztvevők, Erek Roland vagyok, és Seholország című projektünkről fogok most a következő, hát mint egy órában beszámolni. Rögtön mondanám is, hogy nem csak én jegyzem ezt a projektet, hanem Mezei Mónika kollégámmal közösen alkottuk meg, és hát azt gondolom, hogy nagyobb projektet, ezt nem is biztos, hogy egy ember vállán tudja vinni, úgyhogy mindenki fogjunk másokkal. Ennek a projektnek a témája egy utópia, vagy egy disztópia megalkotása, és 10. évfolyamosokkal csináltuk tavaly áprilisban. És talán érdekes lehet, hogy ez ugyanaz a 10., hát ugyanaz az osztály, ugyanaz a csoport, akikkel egy évvel korábban egy másik projektet is csináltunk. Ez azért fontos, mint egy másik digitális témahetes projektet, ez azért lehet fontos, mert idén, tehát egy tavaly már tudtunk építeni azokra a tapasztalatokra, amelyeket egy évvel korábban szereztünk. Ők is, mint diákok, és mi is, mint tanárok. Ez egy olyan projekt, ami alapvetően az irodalom és a történet tantárgy összekapcsolódása mentén jött létre, de nagyon sok más műveltségi területet, nagyon sok más tárgyat is érint, így van földrajzi vetülete, informatikai vetülete, rajz, vizuális kultúra, mint majd látni fogjuk, illetve a mozgókép és médiával tartunk. Nagyon sokféle munkaformában dolgoztak a diákok. A csoportmunka volt az alapvető, de ezen kívül nagyon sok más leosztásban is dolgoztak, és hát sokféle tevékenységet végeztek ezek itt most így nagyon ömlesztve láthatóak bal oldalon, de ez egy ilyen összefoglaló. Ja, aztán majd ezt fogom kifejteni későbbiekben. Illetve nagy hangsúlyt fektettünk az értékelésnek a többszintűségére, hogy az összegző értékelés mellett másféle, más módú értékeléssel is megtámogassuk a diákoknak a munkáját. Először az előkészületekről szeretnék beszélni, hogy hogyan is indul el egy ilyen projektnek a megvalósítása. Hát mindenképpen az ötleteléssel kezdünk. Az egészen világos volt már az elején, hogy egy olyan projektet szeretnénk csinálni, ahol a történelem és a magyar összekapcsolódik a Mezei Mónikával, a történelem szakos kollégámmal. Itt morfondíroztunk azon, hogy mi lehetne az idei témánk, és arra jutottunk, hogy hát mivel irodalomból, illetve történelemből államelméletekkel, államszervezettel foglalkoznak a diákok ilyenkor 10. táján, emberi jogokkal, hatalommegosztás kérdéseivel, történelemből is és irodalomból is előkerül az utópia fogalom a középkorban és a felvilágosodással kapcsolatban is, illetve kifejezetten irodalom órán olvasunk olyan műveket, amelyekben megjelenik ez a fogalom, illetve hát utópiákról és disztópiákról, lehetséges legjobb világokról, lehetséges legrosszabb világokról tanulunk, ezért nagyon jó lenne, hogyha a diákok is megalkothatnák a saját világukat. Itt az első három regény, a Candide, a Robinson, a Gulliver, ezek amúgy is a 10. tananyag részei szoktak lenni. Ehhez vettük hozzá még az 1984 című Orwell regényt, hogy lássunk egy hát hozzánk közelebb álló disztópiát, és amiről esetleg még ők is hallhattak. És amikor azt a kérdést tettük fel, hogy hogyan lehetne ezt a projektet megvalósítani, akkor hát olyan ötleteink voltak, hogy mindenképpen szeretnénk, hogyha a diákok a kreatív írásban bontakoztatnák ki magukat. Ez már korábban úgy tűnt, hogy nagyon sikeres tud lenni. Azt szerettük volna, hogy egész világokat hozzanak létre, természetesen ilyen kisebb részletekre lebontva, és hát olyan részletességgel, ami belefér a projekt kereteibe. Ez egy 15 órás projekt volt, egy hétig futott, és különféle módon szerveztük így napról napra a munkát. Azt szerettük volna, hogyha szócikkeket írna
hogy olyan módon bontakoznak ki ennek a világnak a bemutatása, mint ahogy a Wikipédián látjuk a fogalmaknak a megjelenését. Szeretük volna, hogyha forrásokat is használnak, igazi forrásokat is, de ártanának fiktív forrásokat is. Aztán fontosnak tartottuk, hogy amellett, hogy a történelmet, tehát egy-egy világnak a történelmét nyilván össze kell állítaniuk, ezt valahogy meg is jelenítik, erre volt egy olyan eszközünk, amit szintén próbáltunk, ez az idővonal volt. Nagyon fontos volt az is, hogy az államnak a különféle szimbólumait, a himnuszt, a címert, a zászlót, azt megalkossák. Nyilván ez egy organikus folyamat, tehát hogy ezek a különféle részei a projektnek így folyamatosan omlottak ki, hogy a mi fejünkben is így ötletszerűen egyszer csak felmerültek. És hát szerettük volna, hogy ha a végén valamiféleképpen jól összerántják azt, amit készítettek, erre találtuk ki, hogy egy imázs videóban bemutathatnák a saját világuknak a reklámozható részét, illetve készítenének egy olyan prezentációt, amelyben nagyon tömören bemutatják, hogy és ez a világ, amit ők terveztek. Ezt követően hát fel kellett mérnünk a technológiai lehetőségeket, meg kellett néznünk, hogy milyen eszközökkel dolgozhatunk. Például nincsen korlátlan hozzáférésünk, korlátlan számú laptopokhoz, ezért ezeket valahogy össze kellett hozni a megfelelő csoportméretekkel, illetve azzal, hogy diákok mikor tudják ezeket az eszközöket használni. Meg kellett terveznünk az időt is, be kellett illesztenünk az órarendbe ezt a projektet, meg kellett oldanunk az óracseréket, a teremcseréket, ezek sokszor több napot is tettek, hiszen egyeztetni kellett folyamatosan kollégákat, kellett kérni arra, hogy tudjunk órájuk idejében projektezni, tudjuk termet cserélni, például az informatika terem elég fontos volt abból a szempontból, hogy ne csak néhány laptoppal tudjanak a diákok dolgozni, hanem több gépet is be tudjanak vetni. Meg kellett terveznünk az értékelést, hogy amellett, hogy mi értékeljük a diákokat, ők is tudják saját magukat értékelni, illetve egymást. Ne csak a szummatív, az összegző értékelés jelenjen meg, hanem legyen példa arra is, hogy közben folyamatos támogatásra van lehetőségük. Illetve hát az idővel kellett még terveznünk. Mondtam, végül úgy alakult, hogy 15 órásra tudtuk ezt a projektet tervezni. Nem mondom, hogy nem tudtuk volna akár hosszabb időre is elnyújtani, de azt gondolom, hogy ennyi idő alatt ezt a projektet elég jó szinten ki lehetett dolgozni. A munkaformáról pedig már beszéltem, ezt is ki kellett találnunk. Azt gondoltuk, hogy még mindig az lenne a legjobb, hogyha a csoportokban dolgoznának a diákok, állandó csoportokban, és ezekben az állandó csoportokban alakítanák ki a belső munkalehetőségeket. Hát a napi rendünk az tulajdonképpen a korábbi évi projektet másolta a tekintetben, hogy minden napnak volt egy fókusza. Hétfőn az államszervezetre, a történelemre kellett koncentrálni, kedden a szimbólumokra, szerdán az állampolgárok életére, csütörtökön a filmkészítésre, és pénteken pedig a prezentációra. Ezek a napi fókuszok tényleg fókuszok voltak, vagyis tulajdonképpen bármelyik napon, bármelyik feladattal foglalkozhattak a diákok. Sőt, a feladatkiosztást a Trello-ban, a Trello nevű programban végeztük, ahol tulajdonképpen a hét legelején az összes feladatot, amit el kell végezniük, megkapták. Itt lehet látni egy példát a Trello felületre. Listákat készítettünk a diákoknak. Minden csoportnak volt egy külön ilyen Trello felülete, amit így előzetesen
elő kellett készítenünk, amit aztán ők személyre szabhattak. A megoldandó feladatokba gyűjtöttük azt, ami várt rájuk. Ők jelezhették, hogy mi az, ami éppen készülőben van, és áttehették a kész szekcióba azt a feladatot, amivel már úgy elkészültek. Közben ezt kommentálhatták, mi is kommentálhattuk tanárként. Ezt vettük el az értékelésnek a különféle megjelenítő eszközeit. A kitűzők nagyon látványosak, de egyéb szöveges értékelés is adtunk itt nekik. Aztán projekt során végén kiderült, hogy lehetséges, hogy a Trello nagyon jó volt arra, hogy lekövethetőek legyenek ezek a munkafolyamatok. Arra, hogy a munkát szervezzék, arra nem biztos, hogy egy olyan projekt esetén, amikor gyakorlatilag folyamatosan együtt vannak a diákok, a Trello a legmegfelelőbb eszköz, mert hogy hát meg tudták beszélni egymással szóban, hogy ki mit csinál, itt nem kellett külön arra időt, energiát fordítaniuk, hogy például színkódokkal lássák el az egyes feladatokat, egyszerűen tudták közösen megbeszélvén, hogy a feladata. Minden esetre a Trello elég jól összeszervezte a teendőket. A munkaformánk csoportmunka volt, tehát 7 csoport alakult. Ez a hét csoport egy-egy államért volt felelős. Ez az állam, ez vagy utópia volt, vagy disztópia. Dönthettek a diákok, hogy inkább egy lehetséges pozitív, vagy egy lehetséges negatív végkimenetelt szeretnének ábrázolni. Olyan is volt, hogy valaki pozitívból indult, és negatív lett a végén a világa, fordítottja, hogy inkább negatív volt, és pozitív lett, és olyan is volt, hogy ők pozitívra tervezték, de hát többeknek az volt a benyomás, hogy ez igazából egy negatív végkimenetel, tehát hogy disztópiára gondoltak, de volt, aki ezt disztópiaként is értelmezheti. A munkamegosztás a csoporton belül viszonylag szabad volt, tehát a csoport maga dönthetett arról, hogy a bizonyos részeit a közös munkának egyénileg, párosan vagy csoportosan szeretné megoldani, illetve volt a projektnek egy olyan része, a tanulási napló, ami mindenképpen egyénileg kellett, hogy megtörténjen. Minden napot a tanulási napló kitöltése zárt, ahol egyénileg kellett rászállni egy percet arra, hogy visszagondoljon az aznap tanultakra, az aznapi csoport működésre, és erre valamiféleképpen viszonylag kifejtett módon reflektáljanak. A képen azok a megvalósult nevei láthatóak, amelyeket a diákok találtak ki. A keretbe abszolút belefért az is, hogy ők adjanak nevet, tehát hogy nem mi neveztük el így ezeket a világokat a kollégámmal, hanem a diákok saját maguk adták ezeket a neveket, hogy Jakindia, Butalónia, Divers Atlas, Asubertas, Aquaverdia, Agalónia, Nakau. Ezekről a világokról egy külön mindegyikről nem fogok beszélni, mert hát a kereteinket ezt szétfeszíteni. Azonban alul végig a diásodon található egy link, ahol meg lehet találni az egész projekt dokumentációt, és ott meg lehet böngészgetni ezek között a világ között. Nagyon-nagyon izgalmas olvasmány. Egyet fogok ezen a diásodon majd kiemelni, és egy kicsit közelebbről bemutatni, kommentálni. És akkor a produktumaink. Ugye a projekt egyik leglényegesebb jellegzetessége az, hogy valamiféle produktum elkészítése az, ami a kifutása a közös munkának. És ez egyrészt a szócikkek voltak, amelyből hálózatokat kellett készíteniük. Erre a PB Works nevű oldal volt a legmegfelelőbb eszköz, ennél jobbat még találtunk. Aztán készíteniük kellett egy digitális idővonalat, egy példa látható arra, hogy az egyik csoport ezt hogyan oldotta meg. Ez a Time Graphics nevű program, ez nagyszerűen
alkalmas arra, hogy szöveget, képet és videót is el lehessen helyezni az idővonalon. Az idővonalat lehet szűkíteni, tágítani, és hát felhasználási lehetőségei kimeríthetetlenek, tehát hogy nem csak történelemből, hanem irodalomból, illetve sok más ilyen temporális jellegű stúdiumból is lehet neki relevanciája. Fiktív forrásokat kellett készíteniük, egy naplóbejegyzést, egy életrajzot, egy polgár vallomásait, és ezt Google dokumentumban kellett megoldaniuk, és ezt kellett láthatóvá, illetve mindenki által elérhetővé tenni, és ezt megjeleníteni a PBWorks oldalon, mint forrást. Készültek rajzok, nagyon sokféle rajz készült, címerek, zászlók, államszervezeti ábrák és egyéb illusztrációk is, amelyek részben kézzel készültek, részben pedig különféle szerkesztő programokkal, amelyeket sokszor nem is mi javasoltunk, hanem a diákok maguk fedezték föl őket, és a számukra legalkalmasabbat kiválasztva használták. Az offline készült képeket sem beszkenneltük, és így tettük őket online-nál. Videót készítettek. A Videopad nevű alkalmazást javasoltuk a diákoknak, mert ez egy ingyenesen letölthető, és 30 napig teljes funkcionalitásában használható asztali eszköz. 30 nap után a legfontosabb funkciói fizetőssé válnak, és ilyen nagyon alapvető eszköz marad vissza, de ebben a 30 napban elég jó dolgokat lehet vele csinálni. Azonban azt láttuk, hogy vannak olyan diákok, akiknek már a projekt idejére is jobban kézre álltak egyéb programok, amelyeket szívesebben használtak, és hát hagytuk őket, hogy szerkeszthetik a videójukat. És végül a prezentáció volt a projektzáró legfontosabb dokumentum, produktum, amit a Google diákban kellett a diákoknak megvalósítaniuk, úgy, hogy kaptak egy sablont, amelyben dolgozniuk kellett. Ezeket a produktumokat fogom egy kicsit részletesebben kifejteni. A PBWorks oldalnak vannak előnyei, és vannak elég nyilvánvaló hátrányai is. Az egyik elég nyilvánvaló hátránya az, hogy nem lehet megosztani az ottani tartalmakat a széles közönséggel, hanem annak a csoportnak, aki oda meg van hívva, annak egy ilyen kiváló belső munkafelület. Az elérhetősége korlátozott, ezért azért, hogy mégiscsak láthatóvá tegyük ezeket a nagyszerű produktumokat, erre a honlapra, aminek a címe megint csak mondom, alul olvasható, kimásoltuk a különféle teket, és megoldottuk a keresztbelinkelést is, úgyhogy a hivatkozások szintjén is pontosan ugyanúgy működik, ahogy a PBWorks-ben, csak nyilván más a megjelenése. Amint arról már szó volt, az volt a diákoknak a feladata, hogy egy kis hálózatot hozzanak létre ezekből a wiki szócikkekből, amelyeknek a felépítését meghatároztuk nekik. Tehát, hogy mindenkinek készítenie kellett egy áttekintő wiki szócikket, ami tulajdonképpen egy esszencia a többi szócikknek a tartalmából. És a többi szócik pedig a világnak a történelme, a földrajza, az államszervezete, illetve az állampolgárok élete, a fiktív életrajzon, illetve a naplóbejegyzésen alapult. Ez a kreatív írás része a projektnek. Itt fontos volt, hogy bizonyos formai kritériumoknak megfeleljenek, hiszen a Wikipédiát vettük egy ilyen alapvetésként, és ahhoz próbáltuk igazítani a mi cikkeinket is. Így hát amikor arról beszéltünk, hogy milyen is egy ilyen áttekintő wiki szócikk, akkor egyszerűen Magyarországnak a Wikipédia szócikkét vettük szemügyre, és annak nézzük meg a különböző részeit, meg hát az egyéb formai követelményeket, mint például azt, hogy a stílusa szemtelen, tárgyilagos, nem érzelmektől szétfeszülő, nem
tehát más, mint például a fiktív naplóbejegyzés. El kellett választani, ezt folyamatosan jelezni is kellett a diákoknak. Volt olyan wiki szocik, amit sikerült tényleg teljesen szemtelenné tenni ilyen módon, és volt olyan, aminek megmaradt egy kicsit ez a személyesebb hangja. Kértük őket, hogy forrásgyűjteményt helyezzenek el a szócik végén, hogyha használtak külső képforrásokat például, vagy forrásokat. Kértük azt, hogy törekedjenek lehetőleg jogtiszta tartalmak használatára. Erre adtunk is nekik lehető példákat is, hogy honnan vehetnek például jogtiszta képeket, úgyhogy egyenesen használhatják. Illetve hát szövegbeli hivatkozásokat, linkeket kellett elhelyezniük, hogy ilyen módon átjárhatóvá tegyék a saját kis rendszerüket, és mások számára is könnyen áttekinthető olvasóbaráttá. Ez tehát a PB Works-nek a világa. A képek és az ábrák az egy külön világ, ezt egy külön dián is gondoltam megjeleníteni, ugyanis van egy része az osztálynak, aki nagyon szeret ilyen módon alkotni. Hát ebben a feladat részben nagyon jól kiélhették magukat, itt egészen kiváló ábrák és illusztrációk születtek, akár a címer és az zászló tekintetében, akár az államszervezet felépítményének a megjelenítésében. Itt nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minél szabadabban tudják kifejteni a saját gondolataikat a diákok, tehát tényleg abban nem nagyon szóltunk bele, hogy milyen irányba haladjanak, például a címereknek a megtervezésével, és olyan jó mintákat találtak, hogy egészen érdekes alkotások születtek, és tényleg nagyon jól jellemezték az egyes világoknak a jellegzetességeit. Itt megjegyzem még azt is, hogy a képek használata ezekben a wiki szócikkekben, ez valamiféle alapvető programozási ismeretet is feltételezett, hiszen képek nem mindig úgy jelennek meg, amikor beillesztjük őket egy szerkesztő felületen, ahogy szeretnénk őket, és akkor egy kicsit meg kellett őket igazítani középre, szöveget körbefuttatva, és ennek nem mindig vannak ilyen gomnyomásra működő lehetőségei, hanem egy kicsit bele kell szerkeszteni a forráskódba. És hát az audiovizuális produktumoknak a sorában következik a videó, az imásfilm, illetve a prezentáció. Mind a kettőnél nagyon szűk időkorlátot szabtunk szándékosan, tehát hogy egyrészt azért, hogy időnk legyen, tehát hogy meg tudjuk nézni az összeset egy erre szánt alkalmon, másrészt azért, hogy erre is arra bírjuk rá a diákokat, hogy minél tömörebben tudják kifejezni magukat, és minél tömörebben tudják bemutatni a lényegét, az eszenciáját. A bal felső sarokban újra feltüntettem a különféle jogi lehetőségeknek ezt az összeset. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy ezekhez az eszközökhez kifejezetten jogtiszta forrásokat kellett használniuk a diákoknak, illetve legalábbis erre kellett törekedniük. Akár abban, hogy képeket választanak, akár abban, hogy aláfestő zenét választanak ehhez a videóhoz, ami követelmény volt a videókkal kapcsolatban. A diasorral kapcsolatban nagyon fontos megjegyzés az, hogy ebbe a sablomba kellett nekik beleférni. Maximum 3 percben adhatták elő a világoknak a lényegét. Ez nem mindenkinek bizonyult könnyű feladatnak. Volt olyan, akinek hát le kellett keverni az előadását, amikor már így elkezdték átlépni a 3 percet, vagy a 3,5 percet. De azt gondolom, hogy a legtöbb csoport nagyon jól megoldotta, és hát ez is egy fontos tanulási folyamat, hogy hogyan tudjuk úgy sűríteni a mondani valónkat, hogy tényleg csak a lényeget pároljuk le aztán a végén.
Végül szeretném bemutatni a produktumos sorába egy világnak a megjelenítését, hogy hogyan képzelt el például az egyik csoport a Jakindiának nevezett világot. Jakindia 2055-ben alakult meg, és amikor a szócikk született, akkor már 100 éves volt ez az állam, és mint látni fogjuk, nem csak ez, hanem hát a világ többi nagy állam is úgy alakult meg, hogy egyesültek a dél-kelet-ázsiai országok, az egyesülésben, illetve az állam alakulásban nagy szerepe volt a suttogóknak. Földön kívülről érkeztek, és ellátták az embereket, most is ellátják őket jó tanácsokkal, hogy békében és boldogságban éljenek. Azokat a diákat mutatom meg, amelyeket az utolsó napon ez a csoport készített, bemutatandó ezt a világot. Lehet látni, hogy Jakindia egy ilyen szuperállam, olyan szuperállam, amelyhez hasonlót például az 1984-ből ismerünk. Itt nagyon szépen behatárolták, megbecsülték a népességét, a területét, kitaláltak neki egy hivatalos nyelvet, és hát az éghajlatát az sokféleképpen jellemezték, de hát ilyen hatalmas államalakulatnak az éghajlatban összetett. Lehet látni, hogy a suttogók hegye ebben az elképzelt világban egy nagyon-nagyon magas hegy. Annyira magas, hogy még magasabb, mint a mi általunk ismert Mount Everest. Lehet, hogy ennek is van valamiféle szimbolikus jelentősége. A gazdasága, a környezetkímélő, hozzáértő emberek irányítják, és hát nagyon-nagyon-nagyon hatékonyan az államot. Itt ezen a dián láthatóak különféle illusztrációk is, amelyek ehhez az államhoz készültek. Ugye bal oldalon felül a zászló, jobb oldalon a címer, ami szép keleties összhatást mutat, illetve alul a világnak a térképe, ahol vörös színnel látható Jakindia, Japán, Kína és India egyesülésével, és lehet látni körülötte a másik három állam, ilyen szuperállam alakulat, az hol helyezkedik el a világban. Ez egy utópia. Kifejezetten úgy nyilatkoztak a diákok erről a világról, hogy hát ez egy lehetséges legjobb világ, amelynek a történelme nagyon izgalmas. 2041-ben született meg az úgynevezett Terra Pactum, ami hát ilyen hatalmas megegyezés az emberiség minden tagja között. Kinyilvánították benne a világbékét, és szövetséget kötöttek az akkori államok, és sorra egyesültek a föld országai egyre nagyobb államalakulatokká, míg végül létrejött a négy szuperállam a Földön. Elsőként természetesen Jakindia jött létre Kínából, Indiából, Japánból, Mongóliából, Indonéziából és más dél-kelet-ázsiai országokból. Aztán 2048-ban meghirdetik a teljes körű egyenlőséget Jakindia polgárai között, amivel megszűnt mindenfajta nemi, bőrszín szerint és származás szerinti megkülönböztetés. Ez nagyarányú társadalmi változásokkal járt, főleg India tartományban, ahol meg kellett szüntetni a kasztrendszert. Emiatt egyes hindu vallási vezetők, akik már kezdetektől fogva negatívan álltak hozzá a suttogókhoz, akikről már szervezkedni kezdtek, és megalakították az anti-suttogó szervezetet Mumbai-ban, de hát ezzel nem igazán sikerült célt elérni. Aztán a jakindiai alaptanban, egy kicsit ugorjak a történelemben, alapvetően minden ember születésétől fogva egyenlő esélyekkel indul, áll ebben az alaptanban, és ezután már mindenki saját maga dönthet, hogy mire akarja vinni az életben. Megalakul a klímaakcióterv, aminek keretében fokozatosan csökkenteni kezdték az üvegházhatású gázok és más szennyező anyagok kibocsátását.
Aztán a globális gazdasági szerződés során a négy nagy állam gazdasága egyesül. Lényegében azt jelenti, hogy minden vállalat határokon átívelően kezdhetett működni, mintha jelképesen egy ország lenne a világ. Aztán 2040-ben megindul a centrum és a szuburbanizációs tervezet végrehajtása. A nagy múltú történelmi emlékekben gazdag városok, mint Tókió, Sánkháj vagy Delhi, történelmi városközpontjaiból kiköltözött a lakosság a városok külsőbb, élhetőbb, zöldebb kertvárosi részében, ami emiatt még nagyobbá váltak. Illetve az egykori gyártelepek, gyárvárosok helyen új településeket hoztak létre, tágas zöld terekkel, kertes házakkal, vagy esetleg egy-két szintes, modernebb, élhetőbb társasházakkal. Hát így nagyon-nagyon bázatosan ilyen, ezt a történelmi tablót tudom felvázolni Jakindiához, és hát ami számomra, kollégámmal számunkra a legizgalmasabb volt ebben a világban, az a suttogóknak a szerepe, akik hát az űrből érkezett idegenek, akik 2020-ban megjelentek Új Delhiben, bizonyították a létezésüket, és jó tanácsokkal látták el az embereket, melynek következtében megszűntek a diktatúrák, megszűntek a háborúk, a vezetőket leváltották, sőt, önként váltak meg a vezetők a vezető pozícióktól. És ezek a suttogók olyan lények, akik nem irányítják az embereket, hanem csak hatást gyakorolnak rájuk, tehát suttognak a fülükben, és ettől az emberek jobban kezdenek viselkedni, és még vallást is alapítottak az ő tiszteletükre. És nagyon-nagyon izgalmas volt az a beszélgetés, amit az egész projektjét lebonyolított osztályban folytattunk, és hát megkértük az egyes csoportokat, hogy fejtsék ki, mi a lényege az ő világuknak, és hogy miért azokat az elemeket használták a világuk megtervezésében, amelyeket. Mert itt azért lehet látni, hogy nagyon-nagyon sok kortárs jelenség megjelenik, például Jakindia történetében, illetve egész felépítményében. És ez a csoport azt mondta, hogy a suttogók nélkül ez a világ nem is jöhetett volna létre. Tehát ők sugallták azt, hogy ennek így kell történnie, hogy egyesülnek az országok, és mindenki megegyezik a másikkal, és enélkül a világ az elpusztult volna. És hát pont ezen az alkalmon felmerült a kérdés, hogy igen, de hát ez akkor egy utópia? Nem lehet, hogy inkább egy disztópia? Van benne valamiféle hátborzongató, hogy egyébként külső behatás, külső segítség nélkül nem is jutnánk egyről a kettőre, mi emberek. Van nagyon-nagyon izgalmas beszélgetéseket folytattunk a különféle világok kapcsán. Az értékelésre szeretnék rátérni, arra, hogy hogyan segítettük a diákokat különféle értékelőeszközök bevetésével. Itt úgy gondoltam, hogy csoportosítom az értékelésnek különféle formáit, hogy önértékelés, társértékelés, diagnosztikus értékelés, ugye az előzetes, formatív, illetve a szumatív értékelés, és az általunk használt formáknál becsatornázom ezeket a fogalmakat. A projekt kezdetén volt egy csoportos ötletbörzénk, ahol egyszerűen összegyűjtöttük azt az alapvető tudást, amivel elindíthattuk ezeket a szócikkeket. Itt már kellett valamiféle alapvető jegyzetet készíteni, itt született meg a magva ezeknek a világoknak. Még nem volt nevük, nem volt történelmük, de már az alapkoncepciók itt fölálltak. Aztán minden teljesítendő fókuszponthoz adtunk nekik ellenőrző listát. Azért, hogy lássák, hogy melyek azok az elemek, amelyeknek mindenképpen szerepelniük kell
az ő munkájukban. Itt például az összegző wikiszóciknek a listája található, és itt aztán ellenőrizni tudták saját magukkal, tehát anélkül, hogy a tanár oda menjen és megdorgálja őket, hogy miért így csinálták, miért úgy. És ez folyamatosan vissza-vissza is térhettek. Tanulási napló sablonokat adtunk nekik minden nap végén. Nagyon jól bevált az a módszer, hogy mondatkezdeményeket adunk nekik, amit be kell fejezniük. Az alant látható illusztráció az egy Google dokumentum sablon, amit hát ilyen nagyon szépen ízlésesen meg lehet csinálni, a hátteret meg lehet változtatni, tehát a különféle napok különböző színeket kaptak, és így követhetővé vált, hogy melyik tanulási napló melyik naphoz tartozik. A szerda volt például a harmadik nap, a zöld. Itt van egy olyan kitétel, hogy itt legalább 25 szót minden helyre. Ezt a kitételt akkor kezdtük el bevezetni, amikor azt láttuk, hogy hát a tanulási napló írása is gyakorlást igényel, tehát hogy nem mindig egyszerű kifejteni a diákoknak a véleményét, az összegzését, az aznap történtekről, tehát hogy valahogy ki kellett küszöbölni, hogy olyan válaszokat adjanak, hogy a legnehezebb feladat, amit ma végeznem kellett, az volt, hogy rajzoljak. Szerettük volna, hogy ennél azért sokkal fejtsék ki a gondolataikat. És nagyon sokat tanultunk mi is belőle. Ez volt az egyik alapja annak, ahogy aztán majd a következő, tehát az egyes projektnapokat követően minden reggel kitűzőket osztottunk. A kilépőkártyát kellett írniuk az egész projekt végeztével. Ez tulajdonképpen az utolsó napi tanulási napló volt, amely sokkal több mindenre kérdezett rá, és visszatekintett a teljes projektre, nem csak arra az egyetlen egy napra, ami előzte a tanulási naplónak a kitöltését. Kitűzőket osztottunk. A kitűző nagyon izgalmas dolog. A kitűző nagyon jó arra, hogy pozitívan értékeljünk, és kiemeljünk olyan jellegzetességeket, amelyben egy vagy több csoport így kitűnik a mezőnyből. Itt volt néhány alapkoncepciónk, nagyon adta magát, hogy mi az, ami kitűzőt érhet. Ilyen volt például a Kölcsei kitűző, amit azok kaptak, akiknek a leginvenciózusabb volt a himnusza. Voltak olyan himnuszok, amelyet fel is énekeltek, és aztán a hangfájt azt meg lehetett hallgatni az oldalon. De nagyon sok más kitűzőt is alkottunk, hát valamennyire a projekt dizájnjának megfelelően. Egyébként a GIMP nevű, vagy GIMP 2 nevű tiszta szoftver programmal sikerült megszerkeszteni. Nagyon ajánlom mindenkinek, egy nagyon jó kis Photoshopról van szó. A kitűzőknek a teljes listája elérhető az alant található linken. Illetve a legvégén a projektnek a teljes projektet is értékeltük, mint szummatív értékelés, még osztályzatot is adtunk rá. Ennek tulajdonképpen az volt az alapja, hogy megnéztük a ellenőrző listákat, megnéztük a tanulási naplók kitöltöttségét, megnéztük azt, hogy a kilépőkártya mennyire teljes, és ebből csináltunk egy nagy táblázatot, egy szempontrendszert, és tulajdonképpen pontoztuk a teljes projekteket, úgyhogy nyilván ennek az összegző értékelésnek olyan része, ami a csoport munka irányából jött, és volt olyan, ami pedig az egyéni munka irányából jött. Próbáltuk oldalról, tehát mi mindkét oldalt szerepeltetni. Ez egy izgalmas dia, és nem fogom felolvasni. Itt
a szükséges készségeket gyűjtöttem össze, nagyon szép színes téglalapokba. Tulajdonképpen az a célom ezzel, hogy mutassam, hogy már eleve elég sok mindent feltételez egy ilyen témahétnek a kivitelezés, egy ilyen projektnek a lebonyolítása, de hogy ezek olyan képességek, amelyeket valamilyen szinten a diákok birtokolnak. És ezek a képességek, ezek olyan, amire lehet számítani, és lehet őket fejleszteni, ezek az úgynevezett soft skill-ek, amelyek sokszor teljesen láthatatlanul fejlődnek. Azért izgalmas számomra ez a lista, mert sokszor olyan elemeket tartalmaz, amelyet külön nem szoktunk értékelni, hanem elsiklunk fölötte, vagy így szólunk egy pár szót róla, miközben ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy egy-egy ilyen projekt, vagy hát később majd a felnőtt életükben működő projektek működőképesek legyenek. Milyen technológia szükséges egy ilyen projekt lebonyolításához? Hát ez nyilván attól is függ, hogy milyen helyi adottságok vannak. Itt a hardware oldalon nagyon alapvető dolgokat sorolok fel, bár ilyen sokféle, 1, 2, 3, 4 féle képernyő látható, ez egyszerűen egy mobiltelefon, okostelefon, egy laptop, egy asztali számítógép, mert hogy itt bementünk az infoterembe, és a legnagyobb képernyő az egy ilyen okos tévé, ami tulajdonképpen olyan, mint egy ilyen nagyon nagy tablet. Akkor használtuk ezt, amikor a prezentációkat mutatták be a diákok, egyszerűen sokkal jobban lehetett kezelni azt, hogy a filmet is megnézzük, az imásfilmet, a prezentációt utána. Nyilván szükségünk volt wifi kapcsolatra, illetve internet kapcsolatra folyamatosan. Ez is behatárolta a lehetőségeinket sokszor, mert hát az iskolában azért nem annyira izmos a wifi mindenhol, úgyhogy ha laptoppal dolgoztak a diákok, akkor elősen le volt szűkítve annak a területe az iskolában, ahol dolgozhattak. Tehát, hogy amikor ilyen projekt óráink voltak, akkor sokszor így az iskolának egy jól megfigyelhető részén, jól körülhatárolható részén, így fürtökben csüngtek a 10. diákok. Illetve itt van még egy szkenner, ezt használtuk még arra, hogy a offline képeket digitalizáljuk. A szoftver oldalon pedig tulajdonképpen majdnem mindegyik eszközről beszéltem már. A PBWorks-ről viszonylag nem graphics idővonalat is megemlítettem. A Google Drive az egy nagyon alapvető eszköz volt számunkra a napló készítésében például, illetve a Google Classroom, amelyet tulajdonképpen 9. óta használunk, a Google Tanterem, amelyben sokkal szervezettebben lehet megosztani az osztálynak tartalmakat, mint hogyha csak a Google Drive-on osztanánk meg őket. Itt a Google Classroom-on osztottuk ki minden nap végén, minden projekt a nap végén a tanulási naplókat, és itt is kellett ezeket beadni. A VideoPad tehát egy letölthető asztali alkalmazás. A Wikimedia Commons és a Pixabay olyan oldalak, ahol jogtiszta képeket lehet találni, és nagyon jó munkákat láttunk arra a diákok munkájában, hogy ezeket tényleg izgalmas módon fel is használták. Illetve a Jamendo nevű oldal, az jogtiszta zenéket tartalmaz, úgynevezett stock zenéket, olyan zenéket a legkülönbözőbb stílusokban, amelyeket háttérzenének lehet alkalmazni, meg lehet őket vágni, különféle módon lehet használni. Nagyon izgalmas volt számunkra azt látni, hogy hogyan használják a diákok az eszközöket a kötelezőn túl. Volt egy olyan kérdésünk a legutolsó napi tanulási naplóban, tehát a kilépőkártyán, hogy azokon az eszközökön kívül, amelyeket mi javasoltunk nekik, még
miket használtak, és itt azok láthatóak, amelyeket teljesen maguktól vagy fedeztek föl, vagy ismertek régről. Itt külön kiemelném a Google fordítónak a felolvasóját, ezt a nagyon-nagyon monoton géphangot, ugyanis az egyik csoport úgy döntött, hogy ezzel a géphanggal szeretné narráltatni az imázs videóját, ezt a kifejezetten disztópiának a nagyon lehangoló világát. Ez szenzációsan sikerült ez. És végül, hát minden ilyen projekt alkalmával meg szoktuk kérdezni, hogy mi az a három fogalom, mi az a három dolog, ami eszükbe jut a diákoknak az elvégzett munkáról, a témahétről, és hát itt ezen a szófelhőn azok a fogalmak láthatóak, amelyek a legtöbbször fordultak elő a tanulási naplókban, illetve a kilépő kártyán. Nagyon örültünk, hogy a kreatív lett a legnagyobb, de az is lehet látni, hogy a nehéz azért úgy legalább ugyanakkor a súllyal szerepel a visszajelzések között. Én megköszönöm a figyelmet, nagyjából ennyivel így, tehát nagyjából ezt gondoltam elmondani erről a projektről, de szívesen válaszolok kérdésekre még.